Vármegyéről vármegyére. Zala. Kovászolva, savanyítva. Miklós fai kerekrépa. Ezt a zöldségfélét, ami valójában inkább lilás, a világban sokfelé szeretik. Hasonlít a gömbölyű fehérretekre. Magyarországon azonban csak Zala vármegyében közismert. Ott is a Miklós faiaknak köszönhetően, akik büszkén termesztik, savanyítják, főzik, sütik, eszik és kínálják. Ahogy Imrei Ferenc Répa könyv című kötetének köszöntőjében írja Dömötörfi Sándor, a Miklós fai savanyított répát évszázadok óta árulják városunk Nagykanizsa piacán a fejkendős Miklós fai asszonyok. Különlegességét, kiválóságát, kitűnő minőségét máig megőrizte. Nem véletlenül nevezték el a Miklós faiakat répásoknak. A faluban többen ismernek titkos receptet. Annyit azért mindenki tudhat, hogy a Miklós fai háziasszonyok kovászos vagy ecetes lében savanyítják a gyalult répát. A pácba birsalma, babér, egész bors, torma, piros paprika is kerülhet. Ha kész, így nyersen is finom, tele van vitaminnal és a hűtőben sokáig eltartható. A konyhában füstölt húsos savanyú leves, rakott répa vagy kerekrépás rétes lesz belőle. A remek művek évente megmérkőznek a Miklósfai Répa Fesztivál főzőversenyén. A Miklósfai szirének kórusa így énekel. Jó a répa, a Miklósfai kerekrépa, a Szent Miklósi kerekrépa, kovászolva, savanyítva. Hungarikum lett a répánk itt Zalában, bekerült az értéktárba, nincs több ilyen az országban. A műsorszám az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából készült.